Sziasztok! A mai videó egy óriási, tényleg hihetetlenül nagy haul videó lesz, méghozzá csak sminktermékekkel. Elég sok minden gyűlt össze, így az utóbbi 2 hónapban, úgyhogy ezeket nyilván nem most, mint egy hét alatt vettem, de szeretném nektek megmutatni, mert nagyon izgalmas dolgok, és van néhány termék, amit még én sem bontottam fel, úgyhogy nekem is elég izgalmas videó, és már alig vártam, hogy felvehessem, úgyhogy remélem, hogy nektek is tetszeni fog, és kezdjünk is bele. Minden terméket ebbe a kis Sephora-s zacsiba sűrítettem, úgyhogy nem igazán lesz semmilyen sorrend sem, hanem ahogy bele van dobálva, úgy fogom elővenni. Az első termék, illetve termékek, az ez a kis kit lenne, amiben 6 darab ajakra való termék található, a Sephora Favorites Give Me Some Lip csomagja. Ugye a Sephorának gyakran van ilyen kis dobozkája, amiben az elég népszerű termékeknek a mini változatát belepakolja, és így egybe eladja. Tulajdonképp hát azt mondják, hogy így olcsóbban, meg tökre megéri, de igazából nagyon minik a termékek, tehát annyira nagyon sokat nem spórolsz vele, de valóban egy jó kis dolog szerintem. Most megmutatom, hogy mik vannak benne. Ezek olyan termékek, amiket még nem bontottam ki. Az első az az a Too Faced Melted folyékony rúzs a Chihuahua árnyalatban. Ilyen nagyon jó kis szivacsos applikátora van. És ilyen maga a terméknek az árnyalata. Hát ahogy így a kezemre felvittem, hihetetlen jó érzés volt. Ettől a szivacstól nagyon puha és nagyon könnyen fel lehet vinni az ajkakra is, úgy érzem. Az árnyalat hát nem biztos, hogy pont nekem való, bár én nagyon szeretem az ilyesmi árnyalatokat, de egy picit azokat jobban, amik inkább a rózsaszín, lilásmájvás árnyalat felé húznak. Ez úgy látom inkább ez az igazibb nude, narancsosabb, barackosabb fele. Ugye a csomagoláson egy picit inkább rózsaszínabbnak tűnt, de majd meglátjuk, hogy milyen lesz. Van itt egy Kat Von D is kis mini rúzs, annyira cukik, úristen, én megörülök az ilyen kis csomagolású dolgokért egyébként, és a rúzs is benne ilyen hihetetlenül pindurka, nem tudom, látjátok-e rendesen, de nagyon cuki, és ez a Lovecraft árnyalat, ez így néz ki. Úgy látom, ez egy matt rúzs. Így néz ki az árnyalat. Úgy látom, hogy egyébként annyira nem erősen pigmentált, mert mint nagyon szép árnyalata van, és nem az, hogy ilyen átlátszós lenne, csak hogy így egy rétegben nem mutatkozott annyira jól meg ez az árnyalat. Az egy picit már talán ilyen rózsaszínesebb, úgyhogy ez szerintem biztos, hogy tökéletes lesz nekem. És hát ugye tartosság meg ilyesmikről majd később tudok nyilatkozni. Akkor itt van ez a Smashbox folyékony rúzs is. Ez volt az egyetlen, ami nem igazán izgatott ebből a kis dobozkából, mert ez ugye eléggé barna árnyalatú, úgyhogy szerintem ezt nem is bontom fel, hanem ennek az lesz a sorsa, hogy eladom. Ez egyébként az Always On Liquid Lipstick, a Stepping Out árnyalatban. A következő az ez a NARS kis ceruza. Hát nem tudom, hogy ez az árnyalat neve, de ha igen, akkor a Rikugien árnyalatban. És ugye ez is inkább ezt a nude-os vonalat képviseli. Nagyon hasonlít ugye az előző kettőhöz, főleg a Kat Von D-hez, csak ez nem matt, hanem kifejezetten fényes szerintem. Úgy láttam egyébként, hogy ebben most csak ilyen nude-abb árnyalatok vannak. Nem volt kifejezetten ráírva egyébként a kis kitre, hogy ez ilyen nude kiadás lenne, de úgy látom. Na, a következő termék az egy nagyon érdekes és izgalmas. Ez a Lancome-nak a ilyen szájfénye, a Boom Marring árnyalat. Ez ilyen nagyon fura, tehát hogy én még ilyet nem igazán láttam. Igazán fura, nem is nagyon tudom, hogy kéne használni, hát valószínűleg így. És amint látjátok, inkább ilyen átlátszósabb, tehát nagyon-nagyon minimális rózsaszín színe van, úgyhogy nem fogtok ilyen árnyalatot kapni. Fel kell rázni, és akkor így a kis szivacskára rámegy tulajdonképp ez a szájfény, és a szivacs segítségével viszitek fel ugye az ajkatokra. És akkor van itt még egy dolog, amit már nagyon-nagyon régóta szerettem volna kipróbálni, a Sugárnak a Rosé Fresh ajakápolója, ami szintén ilyen icipici mini
változat. Nagyon-nagyon jó illata van. Hihetetlenül tetszik. Ennek egy ilyen nagyon kellemes kis visszafogott árnyalata van, fényes, és ugye nem utolsó sorban, állítólag, mert ugye még nem próbáltam ki, nagyon jól hidratálja az ajkakat, szóval alig várom, hogy kipróbáljam, és véleményt mondjak róla, hogy valóban annyira jó, mint amennyire mondják, meg mint amennyit elkérnek érte, mert ez egy hihetetlen drága kis ajakápoló. Most megszakítom egy picit ezt a videót, és igen, máshogy nézek ki, mint ahogy eddig néztem ki a videóban, de elfelejtettem elmondani az egyik legfontosabb információt ezzel a termékkel kapcsolatban, hogy hogyan került hozzám. Ugyanis ugye a Sephora-ból nem lehet ide Magyarországra rendelni. Megkeresett egy ugyanolyan oldal, mint a GoSend, csak ez a usgobuy.com, lent lesz a linkje az infoboxban, hogy szeretnék, hogyha csinálnék egy videót az ő cégükről, és akkor mondtam nekik, hogy hát ez csak úgy nem megy, tehát én most nem fogok erre pénzt elkölteni, hogyha nincs igazából mit rendelnem, csak azért, hogy nekik csináljak egy videót. Úgyhogy végül is megegyeztünk, hogy akkor rendelek valamit, és azt ők elküldik nekem. Így esett erre a választásom. Néhány dolgot szeretnék elmondani az oldallal kapcsolatban. Én egy picit jobban preferálom a GoSend-es oldalt, hiszen itt a US Go Buy-on, hogyha képet szeretnétek a megérkezett termékről, akkor képenként 5 dollárt kell fizetnetek, ami szerintem elképesztő, tehát ugye a másik cégnél ott tök ingyen és természetes dologként kaptok képeket a beérkezett termékekről. Ezen kívül a US Go Buy-nak a postaköltsége sokkal, de sokkal drágább, és nem tud sokkal többet tulajdonképpen, mint mondjuk a GoSend-nél. Nem is tudom, ilyen 30-40-50 dollár körüliek voltak a szállítási költségek, csak ezért az egy termékért. A GoSend-nél szerintem ezért az egy termékért fizettem volna ilyen 12 dollárt szállítási költségnek, úgyhogy én mindenképpen egyébként azt ajánlom, de ha van kedvetek, akkor nézzétek meg ezt is, hát hogyha valamiért nektek mégiscsak ez tetszik jobban. Hát sajnálom, hogy nem tudok erről, vagyis hát jó tapasztalatokat tudok róla mondani, de úgy van egy sokkal jobb cég, ami ugyanezzel foglalkozik, úgyhogy szerintem azt érdemesebb kipróbálni, de ugye ha már így egyeztünk meg, hogy készítek róla videót, meg elmondom a tapasztalataimat, akkor ezt tudom róla elmondani. Az itt is jó, hogy ugyanúgy ti tudjátok beírni a termékeknek az árát, amivel ugye kibekkelhető a vám, illetve a pluszköltségek, de ez mondom, nem csak itt található meg ez a funkció, úgyhogy döntsétek el, hogy ti melyiket preferáljátok. Azt hiszem ennyi ajaktermék után maradjunk is az ajaktermékeknél, mert még legalább ugyanennyi van. Én régen egyáltalán nem voltam ilyen rúzsos, maximum szájfényeket használtam, most viszont azt veszem észre, hogy egyre jobban csak a rúzsok felé tendálok, hogyha vásárlásról van szó, nem tudom miért van ez. Leadtam a Colourpop-nál is egy rendelést, ahonnan 4 ajaktermékem érkezett, illetve egy szemrevaló, ezt is így gyorsan megmutatom. A lényeg az, hogy leárazás volt a Colourpop-nál, és nem tudom, ez a kis gyenge kifogásom arra, hogy miért vásároltam már megint tőlük. Minden esetre a szemfesték, amit vettem, már láthattátok, ha követtek Instagramon, az a Bae nevet viseli, és egy csodálatos árnyalat. Nem tudom, hogy mennyire jön át így a kamerán, de ilyen duokrómos, vagy multikrómos, minden esetre lila, zöld, kék fényekben pompázik. Elviszek egy kicsit az ujjamra is, megmutatom úgy, hát ha jobb lesz, szóval ez lenne a Bae, nekem nagyon-nagyon tetszik, ugye nem egy mindennapos szín, tehát ez nem egy olyan szemfesték, amit minden nap használni fogok, hanem csak ilyen különleges alkalmakkor, de akkor nagyon jól tud mutatni. A 4 ajaktermék, szintén ugye a Colourpop-tól pedig ez lenne, ezt kivéve ugye mondhatjátok, hogy de hát ezek ugyanazok az árnyalatok. De nem. Valóban nagyon hasonlítanak, és igazából amikor beraktam a többi Colourpop-os folyékony rúzsaim közé ezeket, akkor most már nekem is furcsa volt, hogy kb. Az összesnek ugyanolyan színe van, pedig mind más árnyalat, és egy icipicit tényleg mindegyik más, ezért
annyira nem érzem magam rosszul, hogy igazából ennyi van. Csak a külsőre így a tubusban hasonlítanak nagyon. Elkezdem akkor ezzel. Ez egy ultra glossy lip. Ugye most kijöttek az ilyen szájfényeikkel is. És a Piranha árnyalat, ami nekem van, ez egy ilyen nagyon szép világos rózsaszín. Tényleg elég fényes, szép, ilyen vizes hatást kelt az ajkakom. És ebből rendeltem még egyet, még hozzá a Bestie. Hogy őszinte legyek, nem ilyenre számítottam, mert amikor megrendeltem, akkor én egy ilyen nagyon világos, tulajdonképp barackos árnyalatú szín rendeltem, vagy hát akartam rendelni. Hát ezt kaptam helyette, ugye ez egy picit sötétebb, mint amilyenre én gondoltam, de ennek ellenére igazából szép az árnyalat, de nem az, amire én vágytam, úgyhogy lehet, hogy ő is eladásra fog kerülni. Egyébként tudjátok, hogy több folyékony rúzsomat eladtam már, vagy azért, mert valóban két árnyalatom nagyon-nagyon hasonlított, legtöbb esetben ugye ezért adom el őket, de volt már egyszer olyan is, hogy azért adtam el, mert megrendeltem, hogy de jó, ilyen árnyalatom még nincs, és tudom, hogy nekem nem áll jól annyira a piros, ez a succulent árnyalat volt, de mégis megrendeltem, hogy kipróbáljam, kipróbáltam egyszer, és nem tetszett, soha többé nem hordtam, úgyhogy gondoltam, valaki más viszont szívesen használná, úgyhogy lehet, hogy neki is ez lesz a sorsa. És akkor van itt kettő folyékony rúzs, Ultra Satin Lip, az egyik az Alyssa árnyalat, ehhez hasonlunk is egészen sokan. Ez egy ilyen nude árnyalat, ami hát kicsit ilyen rózsaszínes, májvásabb, illetve a másik, ami nagyon hasonló, a Spritz. Annyira jó a finisük, és annyira krémesek. A többi folyékony rúzs, ugye meséltem róla már egy videómban, hogy igazából eléggé szárítja az ajkakat, hogyha nem viszek fel alá ajakápolót, viszont ez a kettő, ezek a szatén finisűek, ezek egyáltalán nem szerítanak, sőt annyira kellemes érzés az ajkakon, és tök könnyű vele dolgozni is. Tehát ez itt a Spritz, ez a, látjátok, jóval rózsaszínesebb. Ezek a legújabb Colourpop-os szerzeményeim, és menjünk tovább. Az Essence-től vásároltam két terméket, ugye az egyiket láthattátok már a videóimban, rengeteget áradoztam róla, ez az a Lash Princess szempilla spiráljuk. Nem fogok róla többet mondani most, mert így is nagyon hosszú lesz ez a videó, de a lényeg annyi, hogy nagyon szép szempillákat csinál, 1400 forintért kötelező vásár. És akkor az Essence-től is vettem egy ilyen folyékony rúzst, amiről tudjuk ugye, hogy nem egy folyékony rúzs, hanem egy szájfény tulajdonképpen, és ez egy új árnyalat volt, le volt árazva, szóval 300 forintért elhoztam. Ez a Color Party árnyalat, világos rózsaszín, így néz ki, tehát ez tulajdonképpen egy egészen pigmentált szájfény, én így definiálnám, inkább mint folyékony rúzs, azt tuti. És még nem volt az ajkaimon, oké, akkor jöjjön még három ajaktermék, amiket szintén nem próbáltam ki, és már nagyon izgatott vagyok miattuk. Ezek a Stila-nak a Stay All Day Matificent rúzsai. És igen, tudom, hogy mondtam, hogy el fogok kezdeni csak olyan márkákat használni, amelyek nem tesztelnek állatokon, viszont ezt még azelőtt rendeltem, úgyhogy ezek most már itt vannak, de gyönyörű a színük, és hát elhasználom őket, de tényleg azon vagyok, hogy olyan termékeket vegyek, amelyek nem tesztelnek állatokon. Még ebben a videóban lesz olyan termék, amelynek a márkája tesztel állatokon, de mindegy, majd elmondom, ha oda jutok. Most emiatt ne haragudjatok. Az első árnyalat legyen ez a Monami. Egyébként ilyen csomagolásuk van. Hát semmi extra műanyag, szóval annyira nem vagyok nagyon oda a csomagolásért. Gyönyörűséges májvás árnyalat szintén. Nem tudom, mi van velem, valószínűleg egyébként még fogok eladni tényleg több Colourpop folyékony rúst. Tartsátok nyitva a szemeteket, és mindenképp kövessetek Instagramon, mert amúgy ott szoktam megosztani az eladó termékeimet, úgyhogy ha még nem teszitek, akkor kövessetek Instán, itt lesz a kis buborékban a nevem. Akkor a következő az a Jolly, ez egy világosabb rúzsaszín, ez lenne az. Egyébként nagyon krémesek most, ahogy így elsőre
használgatom őket. És az utolsó árnyalat az az étoile, vagy nem tudom, nem vagyok franciás, nem tudom, hogyan kell kiejteni. Étoile, étoile, szintén egy ilyen világosabb rózsaszín. Ez egy picit a neten, amikor néztem, ilyen világosabb, természetesebb rózsaszínnak tűnt. Remélem, hogy azért fogok tudni vele dolgozni, ugye az én világos bőrömhöz igazából nem minden árnyalat mutat jól. Most pedig jöjjön néhány Body Shop-os szerzemény. Ugye ők nem tesztelnek állatokon, és szerettem volna kipróbálni így a smink részlegüket is. Az arcápolás, testápolás termékeket nagyon szeretem. Ez vezérelt arra, hogy a sminket is kipróbáljam. Így jutottam hozzá a Body Shop Velvet Gel Pen szemceruzához. Ugye ez egy géles szemceruza, kitekerhető és barna. Nekem még nem volt barna szemceruzám, nem vagyok valami lesz szemceruzás, de hogy így barnám az egyáltalán nem volt, feketém az van. Gondoltam, miért nem próbálnám ki ezt a barnát, és egyébként nagyon könnyű vele dolgozni, és amit látjátok, elég pigmentált, ez igazából így kettő darab kis húzás volt. Aztán van itt egy egyes szemfesték, aminek ilyen meghatározhatatlan árnyalata van számomra, mármint így alapból ilyen világos rózsaszínnek látszódik, de amikor felviszitek, akkor egy gyönyörű, akár kiemelő szín is lehet. Eléggé pigmentált amúgy, de látjátok, hogy ahogy így felviszitek és így eldolgozzátok, akkor tulajdonképp inkább már-már egy ilyen duokrómos árnyalatot kaptok, ami rózsaszín, ezüst színekben pompázik, szóval nagyon megragadta a figyelmemet igazából az üzletben, ahogy ott is ugye felvittem a kezemre a mintáról. Nem magamhoz kaptam a jól ismert Instablur primert is. Ezt már használtam korábban, szóval nem volt újdonság. Nagyon szerettem, úgyhogy szerintem most sem lesz vele különösebb baj. Jó kis alapot ad az alapozónak. Az utolsó az ugye ez a Down to Earth paletta, amiről már volt egyébként egy smink videó is, majd belinkelem ide az infoboxba, hogyha nem láttátok volna esetleg. Ott mesélek egyébként erről az állatkísérletmentes márkákról is, és ebbe ilyen gyönyörű árnyalatok vannak. A föld színei tulajdonképp ez a két árnyalat matt, illetve bocsánat, nem, a fekete az még matt, és akkor a többi árnyalat az mind ilyen fényes. Itt fölül ezt a világos barnát egyébként szerintem konturozáshoz is nagyon jól lehet használni, úgyhogy ebben még plusz ez a paletta, hogy akár utazáshoz ugye a magát a kontúr palettát sem kell magatokkal vinni, vagy bronzosítót. Nagyon pigmentált, nagyon tartós, egy picit porzik, azt ugye mondtam abban a videóban is, de ettől eltekintve szerintem nagyon jó kis termékről van szó. Hogyha valakinek mondjuk az Urban Decay Naked palettái már nagyon régóta tetszenek, de nem tudja beszerezni, akkor szerintem egyébként ezt mindenképp érdemes így helyette kipróbálni, mert nagyon hasonló árnyalatok vannak benne, a minősége is szuper jó. Akkor az utolsó termékek azok már mind az olaszországos vásárlásból vannak. Bocsánat, csak közben lemosom gyorsan a kezemből a kis mintákat. És ott van Sephora. Óriási izgalmakkal tértem be, hogy én akkor megveszem a Too Faced-nek a primerét, meg ezt, meg azt, mindegy. A lényeg az, hogy igazából ilyen Too Faced termékeket szerettem volna venni. Viszont ez egy pici Sephora volt, és nem volt semmilyen Too Faced termékük. Nagyon elszomorodtam, viszont primerre volt szükségem. Ezért döntöttem úgy, hogy a Make Up Forever-nek veszem meg ezt a zöld primerét a mini változatban. Na most a Make Up Forever is tesztel állatokon. Azért vettem meg, mert nem volt nálam sok pénz, úgyhogy nem volt sok választásom, és ez ugye egy mini változat volt. Úgy voltam vele, hogy ez hamar el fog fogyni tényleg a mini változat, és tetszett, hogy ilyen zöld, ugye az jól kiüti az arcon a pirosságot, nekem eléggé szokott kipirosodni az arcom. Ez vezérelt, hogy ezt vegyem meg, nem akartam sokat költeni, viszont ilyen pici verzióban ez az egy volt. Ennek a példáján vettem meg a HD púderét is a Make Up Forever-nek, ez ugye a por púdere, amiről szintén nagyon sok jót lehet egyébként hallani, és ez is csak utazós verzió. Hát ez az a tipikus, ha ma már ettem, akkor mindegy, majd csak holnap kezdem a fogyókúrát eset, hogy
ha már megvettem ezt, akkor hát mindegy, most már ezt is kipróbálom, és akkor ha elfogynak, akkor ezek után többé nem veszek ugye a Make Up Forever termékeket. Egyébként sem volt eddig sok, volt egy alapozóm még 3 éve kb. És azt hiszem, hogy ennyi is. Ezért tőletek is bocsánatot kérek, nem akarom, hogy azt gondoljátok, hogy vizet iszik, bort prédikál, magamnak is egy kicsit lelkiismeret furdalást okoztam, de tényleg az vigasztal, hogy legalább mini termékek. Na és akkor az utolsó termék az egy Sephora-s setting spray volt, ezt még nem próbáltam ki. A NYX-es fixáló spray, az most el fog fogyni, már nagyon kevés van benne. És ugye mivel már említettem, hogy nem volt nagyon miből gazdálkodnom, egyébként az Urban Decay-es szerettem volna megvenni, ha abból is van ilyen mini utazó verzió, de nem volt egyáltalán Urban Decay-es fixáló spray, úgyhogy ezt a Sephora-sat vettem meg, ez volt a legolcsóbb, és hát remélem, hogy be fog válni. Ennyi volt ez a videó, elég sok minden, bűnöztem is egy picit ezekkel a Stila Makeup Forever márkákkal, de ez volt az utolsó. Megígérem. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Tudjátok, nézzétek az Instagramomat, hogyha érdekelnek az eladó termékeim. A legközelebbi videóban találkozunk. Addig is legyen csodaszép napotok, meg csodaszép hetetek. Sziasztok!